A strandokon is ellenőriztek a NAV munkatársai a nyári szezonban. A hivatal évi ellenőrzési tervének megfelelően Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye szinte egész területén végeztek ellenőrzéseket. Elsősorban a turisztikailag frekventált területeken, üdülőhelyeken, fesztiválokon, valamint különféle kulturális rendezvényeken ellenőrizték azokat az adóalanyokat, akik valamilyen szolgáltatásokat nyújtottak, illetve értékesítést végeztek. Így több strandon megfordultak, tófürdőkben, különféle vendéglátóipari egységekben ellenőrizték a szálláshelyszolgáltatókat, zöldség- és gyümölcskereskedőket, eljutottak az állatparkba, a kalandparkokat is vizsgálták, illetőleg a fagylaltozókba is ellátogattak ellenőrzés céljából természetesen, valamint ellenőrizték a közterületeken értékesítő vállalkozásokat is. A revizorok ellenőrizték a nyugta és számlaadásokat, a pénztárgépek szabályszerű működését, a jövedéki termékek forgalmazásának szabályszerűségét, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatottak bejelentését. Összesen 571 alkalommal folytattak le ellenőrzést, az elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatban 36%-ban állapítottak meg valamiféle szabálysértést, és ennek következtében több mint 20 millió forint értékben szabtak ki mulasztási bírságot. A mulasztási bírságokkal kapcsolatban érdemes még azt is tudni, hogy ezen felül utólagos adóellenőrzésre számíthatnak azok az adózók, akik be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztattak, illetőleg akik valamilyen súlyos, valamint ismétlődő szabálytalanságot követtek el, és nem éltek az önellenőrzés lehetőségével. A NAV 2023-as ellenőrzési tervében kiemelt figyelmet kap továbbá az építőipar, a számítástechnikai termékek kereskedelme, a gépjármű és gépjármű alkatrész kereskedelem, a zöldség és gyümölcs kereskedelem, az online értékesítés, valamint az adózatlan jövedéki termékek.